Május kivételével, amikor a havi csapadék átlag másfélszerese hullott, száraz évnek mondható az idei. Kisvizes állapot jellemzi a vízfolyásokat. 2021 első 10 hónapja árvízvédelmi szempontból nyugodt időszak volt. Utoljára tavaly decemberben kellett elsőfokú készültséget elrendelni a Rába-Körmendi szakaszán. Ez az alacsony vízjárás, ez egyébként kedvezőtlen a folyók és a vízfolyások szempontjából is, hiszen ha tartósan alacsony a vízállás, és az évben ez volt, akkor a meder nagy részét jobban be tudja nőni a növényzet, főleg a bokrok elterjedését okozhatja az alacsony vízállás, ami a jövő évben egy villámárvíz lefolyását még kedvezőtlenebbül befolyásolja. A töltések ellátják a funkciójukat, de sok helyen nem elég magasak, így árvíz esetén homokzsákos védekezésre lehet szükség. A helyzeten sokat javított a 3,6 milliárd forint értékű Rába völgy árvízvédelmi projekt, melyben Szent Gotthárd, Körmend és Sárvár térsége támfalmagasítás, töltés, építés és műtárgyfejlesztések révén vált biztonságosabbá. Az igazgatóság elvégezte a védművek kétszeri kaszálását is. Ahol jelentős az elmaradásunk a fenntartási munkákban, azok a vízfolyások. Sajnos az idei pénzügyi keretek nem adtak arra lehetőséget, hogy a szükséges mértékben ezt el tudjuk végezni. Egy-két pontszerű munkát tudtunk csak végrehajtani, ahol a legnagyobb volt a baj, de nagyon sok olyan vízfolyás szakasz van, ahol mi is látjuk, hogy elmaradásban vagyunk, ami a legközelebbi villámárvíznél bizonyára problémát fog okozni. A Rábán uszadéktorlaszok nehezítik a lefolyást, egy 3000 köbméteres torlaszt idén májusban bontottak el Medgyeskovácsinál, de még van mit tenni. A védelmi készletek rendelkezésre állnak, a raktárakban 215 ezer zsákot tárolnak, szükség esetén 8 nagy és 17 kis teljesítményi mobil szivattyú állhat hadrendbe. A vízrajzi előrejelző hálózat megbízhatóan működik a vízfolyásokon, idén 7 ilyen állomást korszerűsítettek. A védekezési képességet javítja, hogy az igazgatóság munkatársai is részt vettek októberben Szolnokon, azon az országos gyakorlaton, ahol a különböző védelmi munkákat, gépek kezelését, nyulgát építést sajátíthatták el. Ilyen komplex gyakorlatra 40 éve nem volt példa.